Tudod, milyen nagy zenészek kezdték még így, Krisztián? Na, hát ez egy jobban menő produkció, mert nekünk csak az elsőről kell remélni. És ebben csak hangot lehet játszani. Soundot? Itt a nők is pakolnak. Látod? Milyen szexizmus? Milyen szexizmus, bazd meg, pakolnak a nők is. Ez mind benne lesz? Tuti csak a palást. Ugye? Yeah. Szerintem igen. Palást, korona, meg amit elhoztam ma a csillátot. Jó. Meg vagy? Yes. Igen! Na Misi, mondjál egy bejelentkezést a vlogba a Petinek. Sziasztok, Babgergely Picsiz! Babgergely a pacek. Na mondd el, hova megyünk? Pécsre megyünk, a pécsi estbe, ugye? Igen. Ahol a klubi, mini klubi turné kezdetét veszi. Ez az első állomás. Oh, yeah. Úgyhogy... Konkrétan is. De ezt vágték, mondom, jó. Szép csúnyelemben. Kire? Jó, vissza meg dolgozni, srácok, elég a bolondozásban. Rendőrzés fáradatot. És innentől ez az ilyen állókép, mi? Csak így rászűkül. Hát ja, attól, hogy besétálnak, meg felmennek elvileg most van az. Ennyi, meg az ár. Jó, kúra jó. Itt még van egy pár amúgy. Hát az Arena Showhoz a fényeket a Huszi már leprogramozta egy részét. És most levideózta nekem csak egy laptopról, hogy fog kinézni. Amúgy igen, te beteg vagy, Huszi. Jézusom! Azt a kurva, nagyon jól néz ki, úgyhogy még itt lent is. Lent is van, nagyon fasz lesz. Ezt említett, hogy ezt is bele fogom írni a rólad szólok. Jó, hát 4-kor van uzsonna idő, hát nem 15-22-kor van. Mi volt a címe a könyvnek? A popsztár, aki valójában egy csicska. Hát náluk szigor volt, hogy hánykor van kaja, bazd meg. Jó, semmi baj. Na hát nem, 15-52 oda mentem volna anyán, ó, kérek uzsit, aha. 16-00, akkor gyere vissza, bazd meg, és vissza ez 16-02-kor. Akkor már meg. Na, így mondd el, hogy német vagy, anélkül, azt látod, hogy de és addig megszabolni sem szabad? De csak nehezítem magamnak. Látod, Peti, ez a pro tip. Mindenki más elverte a pénzét, adalékanyagos, drága, túlárazott, középszerű termékekre a benzinkúton. De... De valaki készített magának kaját. Ehhez geci szar száraz. Mi ez olyan finom? Mi olyan... van benne? Mézdinnye. Ja, elnézést, meg csak a 100 forintos hotdogra van pénzünk, bazd meg. Meg kiwi. Kiwi. Meg mandarin. Kiwi ilyenkor. Magválogatás. De láttál már kiwi? Ez milyen kombó? Kiwi, mangó, meg dinnye. Nem mangó, mandarin. Mandarin. Rá, nem. A mandarin a dinnyével, haverom. Mivel egyet. Jó étel. Biztos, hogy a kiwi velli az olyan jó. Igen. Igen. Tesz hozzá. Tudom, nem is, nem. Egy ilyen azt a fos benzinkutas idő. Hány ilyet hoztál? Csak egyet, meg 3 szendvicset. És mi van a szendvicsekben? Spanyolországból importált sonka. Nem, fekete erdei sonka. Meg gódasajt. Kis humusz, natur. Meg zsömle. Teljes kérdés. De csak az volt az akciós az Aldiba. Én annyira csóró vagyok, hogy azt hittem, hogy méz és dinnye van benne. De ez egy dolog. Én is most láttam először. De mi, kinyitod és méz van a dinnyébe? Nem, igen. Azért hívják így, mert hogy van a közepén ilyen magvak, és akkor van egy ilyen sárga trutyi. Nem, mert kicsit ilyen méznek néz ki. Megeszed a sárga trutyi? Én is erre kitáltam. Én kiszedtem belőle, nem tudom. Az a legjobb része. De kivette a mézet a méz dinnyébe. De azért, mert az ilyen magvas.
Trucsi. A magvasat azt ne hozott. A magvasat azt hagyod, csak ott ott. Az két laptop, majdnem meg egy hangkártya. Jaj, ne, Dobi! Ez komoly minőség, ötödikes osztálykirándulásra már ezt a táskát vittem. És azóta semmi baja. És ez a turné táskám. Úgyhogy ez nem egy hirdetés, de a Kilimanjaro Outdoor Adventure hátizsákot mindenkinek ajánlom. Hogyan valami nehezebb, Dobi? Köszönöm. Na meg még valami könnyebbet egy kicsit. Kösz. Na jó, az így fogja meg még valamit. Köszönöm szépen. Hogy a laptop hábrat azt esetleg elkérhetem? Yes. Zsit, meg a launchpad. Hey, hey, hát figyelj. Az van egy, hey, hey. Hát végül is. Mindig, amikor beleszólalok, akkor az együtt ilyen torzon recsek is egy picit. És Isten inkább. És a harmadik dropnál úgy van, hogy ez a szaver... Dum, szóval van még egy ütem toldás, hogy még egy, ütem még egy fél prank még ott is van. Mondjuk így. Mert ott csak egy ilyen étó, egy... Kidobnák egy ablakon ebbe, ez olyan pacek, hogy így sok évnyi zsarnokságot elég is használhatom. Orbán Viktor, hú! Hát igen. Elmutatom az arénás pacekomat, Krisz. Érdekel. Nagyon stabil leszel. Hát olyan ilyen köppennyes ügy összeinten. Köppennyes. Aha. Köppennyes. De gondolj, hogy mekkora jelmez lenne, ugye mekkora ötletet adtál, hogy kisétálnék az arénába, köppenj minden, és ott logna az olasz kolbász alattam. De horvát, nem? Horvát korbát. Horvát korbát. Csevább csicsa, tesó. Ja, nincs olyan cipőt, tesó, mert szeretsz, hogy palástod volt olyan. Meg egy ilyen izé kézzel összerakott korona, tesó. Meg szerencse. Tudod, milyen kéne nekem? Aminek így jön az orra, tudod így, és itt vissza. Oh, igen! Szörnyelnek, igen! A fordulat. Yeah.
láttam egy fasz képet. Az annyira vetkes, hogy látok az emberek puskának nézték a mély mellett napfénybe. Azóta is azt nézel, hogy a klubikon mekkora forradal már. Pedig csak alá gyújtottam, hogy lettek a út, így lassul és kiforradal már. És kint van a lúdfeles ereje, vakon bízni bennem, én vezetem. Pedig azt sem várom, már én erre járom. Kicsi menetelek, ha erre viszont állám. Hol lettem kicsit álmár, hol a klubik, mit csináltál? Nagyon már is van, és a Dunát tisztom, akkor topra a pedig is beverem. Életet és kész, és a kezeket fel! Villognak a fények, ropog a fejbe! Jól látod, megérkezett az igazi partizán! Itt többé félnetek soha nem kell! Éppen csak te életet vegyetek fel! Azt hittem, hogy vége lesz, nem is egyszer! Ha éjjel kéz a kézben, és holnap majd a harc után! Dolgunk a cél a seregemmel! Fogadtam azt, adom neki be a jászai. Köszi, hogy eljöttél, Barbi. Indulhat a randi. Szia, Robi! Jobban maga csinál, most ilyen nekem hangod kicsi. Na, a rapper jön a szerűvös Rubinak hívják. Tudj rá, hújjátom a kóra a szemelő. Kérlek szépen! Ez egy gyönyörű portré rólam, mint uralkodóról. 2090. Hát a Peti mondta, hogy itt kezdte a karrierjét veletek, 2008-ban vagy mikor. Azóta is itt van. Volt, ma jön, hogy itt befejezze, tudod. Csak 15 év telt, és ugyanott vagyunk. De örülök, hogy itt voltál, aztán menjünk el reggelizni valamikor a szépen. Jó. Dávid. És nagyon köszi a pólót. Igazán nézünk. Vigyázz magad. Örülök, hogy látnak, és hajrá ma még. Vigyázz. Na jó, Micsi, te konferáltad fel az estét, zárd le a Petinek, kérlek, és akkor szegény nem hal meg az autópályán. Sziasztok, Pap Gergely Picsiz! Azt gondolom, hogy a turné első állomását én egy 10/9-esre értékelném. A mínusz egy pont azért, mert akkora veretés volt, hogy leszakadt rólam az órám, a kedvenc órám. Úgyhogy... Figyeld a flexet, hogy több van neki. Nem, ez egyetlen egy órám van. Ennyi, figyelj, ennyi meg egy bambi. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Streameljétek geci sokat a Mirror Games-t. Ennyi plakba lefér. Vito, ablakon túl című album elérhető minden streaming platformon. Csekkoljátok ütős kis anyagját. Sziasztok! Legalább hagy essek el magamtól. Jó. Hamar elesek. És átadtad a betegséget, mert hozzád nyúltam. Na kösz. Most még jobban. Na hát kurvára sikerült lebetegednem. Pécsi koncert után másnap Miskolc volt, Eszter reggel írt, hogy ő nem is jön, mert belázasodott. Még a koncert fullosan lement, aztán mire hazaértem hajnali 3-ra, kipakoltuk a buszt, Dobi kidobott, és ott már remektem, meg éreztem, hogy megy fel a lázam nekem is. Másnap fullázas is voltam, de most már kedv van. 3 nappal a koncert után most már jobban vagyok, csak taknyos vagyok, azon dolgozom, hogy péntekre a debreceni koncertre újra top formában legyek. Szerintem meg lesz, úgyhogy no stress. Nem olyan sok esélyt adok magamnak, meg a szervezetemnek ezek után, a koncertek után, mert amúgy, tehát az van, hogy eleve van egy ilyen 50 fokos koncertterem ilyenkor, egy ilyen pici klub, teltház, és ilyen 100,000%-os energiával nyomom ilyenkor a színpadon, mert nem tudom, nehezen tudom leírni ezt az állapotot, amiben kerülök, amikor a színpadon nyomom éppen az adott dalt, de hogy szerintem így hormonálisan, vagy így biológiailag ez valami hasonló cucc, mint amikor így mamutra vadásztak az ősemberek, vagy nem tudom. Tehát olyan szinten
egy ilyen bestiának érzem magam, miközben adom elő a dolgokat. És ez érdekes, hogy ahogy lejövök a színpadra, vége, meg mielőtt felmegyek, akkor is ilyen fókuszban vagyok, de amíg szól a dal, addig így egyszerűen annak a dalnak a valósága lesz, így tényleg leuralja az elmémet, és így ilyen totális extázisba csak így élem a dalt. És ez így két dal között is így leáll. Tehát ezért nem is szoktam sokat beszélni számok között a koncertemben, hülyén érzem magam tőle, hogy 30 másodperccel ezelőtt a földön gurulva visítottam a kutyában, és 30 másodpercben olyan fogom csinálni a felejtőben, és most meg itt áll a kétszer között, hogy hello, én vagyok a Krisz. És azon, hogy ilyenkor észre sem veszem, hogy így annyira kifacsarok magamból minden utolsó csepp energiát. Azt veszem észre, amikor olyan kurva párás a levegő a klubban, mint most például Miskolcon volt, és a miskolci közönség az híresen paradt, tehát hogy ezt így zenészek egymás között így szoktuk beszélni, hogy a Miskolc hely nekem például egy ilyen hely, hogy általában azon, hogy elég ilyen high energy performer vagyok, és így húzom magammal a közönséget, hogy ők is valójanak meg, de Miskolcon nem ez van, ott ők húznak engem. Szóval, és így nincs levegő, párás, kurvára levegő, folyik az izzadság a falon, meg ilyenek, és így próbálok levegőt venni a sorok között, és érzem, hogy nincs elég oxigén, na mindegy, és csak így tüdőzöm le, amit 400 ember köpköd bacillusokat a klubba, és akkor utána hullafáradtan, a elemen nem rendesen befűtött hideg backstage-ben küzdjön meg a szervezetem ezzel a dologgal. Úgyhogy alapvetően ezért tolom most már azt, hogy tök egészséges életmódot nyomok, kurva sok a sportolok, egészségesen táplálkozok, egyáltalán nem dohányzok, ilyen dolgok. Mert azt érzem, hogy meg kell adnom a szervezetemnek az esélyt, ha már ilyen dolgoknak teszem ki, hogy nem akarok visszavenni a performance-ból, hanem azt akarom elérni, hogy tudjam nyomni ezt a szintű performance-ot, úgyhogy minél ritkábban betegszem le. Most pont összejött, de összekapom magam péntekig, úgyhogy most addig nem forgatunk. Azt most nem tudom még, hogy hétvégén folytatjuk el, vagy mi lesz a következő dolog, amit felveszünk. Csak egy ilyen becsekkolást akartam, hogy ez a helyzet. Úgyhogy Eszter be is mondta, videón fel van véve, bemondta, hogy majd ő nem fog engem megfertőzni. Nem jött be. Na jó, sziasztok!